Ezek a napelemek már a Nyírbátori Bethlen Gábor szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium mellől segítik az iskola áramköltségeinek a csökkentését. Ezen kívül még 4 iskola vett részt a programban, összesen 6 rendszert és több, mint 1000 napelemet telepítettek az intézményekhez, közel 170 millió forint értékben. Intézményenként 50 kW teljesítményt tudó fotovoltaikus napelemes rendszer kiépítésére került sor a KEHOP 5211 pályázati program keretében, és terveink és a számítások szerint ez azt fogja eredményezni, hogy az iskolák közüzemi szolgáltatás, illetve maradjuk csak az áramdíja és államköltsége az közel 30%-ára fog lecsökkenni, tehát egy 70%-os megtakarítást tudunk elérni, és ez a forrás ez felszabadul, ezáltal pedig bevonható az iskola napi működési feltételeinek a javításába. A megtakarítást akár a tantermek belső felújítására, vagy nevelési, oktatási programok létrehozására is tudják fordítani az iskolák. Ez több millió forintot is jelenthet. Simon Miklós, a terület országgyűlési képviselője kiemelte, közügy, hogy olyan oktatási intézmények legyenek, amelyek felveszik a versenyt a világ munkaerőpiacával. Jelenleg Nyírbátorban is több multinacionális cég működik, akik jól képzett szakembereket akarnak alkalmazni. Ezért is kellenek ezek a fejlesztések. Nem lehet 19. 20. századi épületbe elvárni a 21. századi oktatási színvonalat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a gyerekek a környezetükben nem látják azt, hogy a világ fejlődik, és ennek a jelei az iskolába is visszaköszönnek, akkor úgy gondolom, hogy a nevelésnek nehéz dolga van. Tehát a gyerekeinknek látniuk kell, hogy hogyan működik a modern technika, és kéz közelbe kell, hogy legyen ez. Ezt én nagyon fontos dolognak tartom a nevelés miatt. Ezáltal a gyerekekben is pozitív élményt kelt az iskola. Az elmúlt időszakban folyamatosan javultak a beiskolázási lehetőségek, ami azt jelenti, hogy az eddigi fejlesztések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 5%-kal nőtt a szakképzés iránti érdeklődés, ezért egy javaslatnak köszönhetően 8 szakmával bővül az iskola palettája. A szakemberek úgy tapasztalják, igény van a szépészet szakterületén a képzésekre, és sok hegesztő is jelentkezik. Azonban a faipari munkások létszáma nem növekszik olyan mértékben, mint arra szükség lenne.